Most pedig vagyunk Moszkva szélén, és ez egy nagyon jó kis faépület, ez egy kolostor. Ez egy ilyen oktató központ kolostor, a falut úgy hívják, hogy Jurlava, tehát egy teljesen, nem tudom, mint a Káposztás megyer, vagy ilyesmi közel van, és itt laknak csak férfiak, brahmacsárik, ugye ashram, ez az brahmacsári ashram, itt laknak ebbe épületbe, itt van kettő épület, van egy ilyen része, akkor ott a második rész, ez az első, amit most mutattam, ez a baloldali, ez a lakosztály, mindjárt be is megyünk, és ott van tulaszi növények, ugye szent növények, és fából van minden. Ez a templom, ott van templomszoba fönt, itt lent van konyha, ugye itt lehet látni két épület, és akkor a lakosztályból egy ilyen kis hídon át lehet menni, és akkor ott is vagyunk. Van egy kis kút, van egy kis szaunájuk is van, minden vasárnap lehet menni szaunázni, és van jó kis, az a házikó, amit látjuk ott elől, az ott lakott. Jó, és akkor már menjünk templom részébe, templom szobában, hát ha nyitva van. Fel is mentünk ide a templom szobába. Lehet látni, itt eredeti fa minden. Minden fából van. Oltár zárva van. De most, hogyha itt van valaki, megkérem, hogy nyissa ki. Hogyha nem, akkor meg hozzá felveszem, és akkor hozzárakjunk a videóhoz. Itt van kis Mort és Srila Prabhupádról. Nagyon szép. És akkor ennyi. Ennyi a templom szoba. Ott van. Ezen szoktak leckét tartani, kis viásza szállat. Можно? Конечно. Спасибо. Ну, куда, кедмеш баратунг, мунта, хоть, термисетешен, хоча, лотар. Шегурна. Джай. És természetesen van egy nagyon kis kertjük, nagyon szépen néz ki, gondozva van. Lehet legyünk is, minden van csinálni. Üveg szoktak nyírni. Így. És van egy üvegházuk, persze most nem tudom, van gondozva. Itt, amikor 5-6 év ezelőtt voltam, eprök is volt. Az októberben voltam itt, és volt eper. És most, minthogyha, igen, itt van a kis egres. Gondolom, Magyarországon már nagyon nagy, itt még csak kezdődik, persze. És akkor innen hátulról, akkor igen, ez a szauna, látjuk, akkor, ja, ez egy stúdió, ott fönt van egy stúdió, itt csinálnak, készítenek felvételeket, élőadásokat, egy kis stúdióban. És akkor innen udvarról így néz ki ez a kis ashram, ahol itt lakunk, Jurlava, Moszkva. Hát így néz ki itt az ashram. Stúdióba most nem mentünk be, mert ott van egy kis gyűlés, és ott most nincsen berendezve a dolgok, ezért egyszerűen néz ki, mint egy szoba. De azért van egy kis háttér, van világítások, meg többféle dolog, amit szokták használni.
Köszönöm szépen mindenkinek, lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, majd találkozunk. Mindenkinek szép napot kívánok, Hare Krishna!